A csütörtöki halálos tornádók után zajlanak a helyreállítási munkálatok az Egyesült Államok déli részén lévő Selma városában. A hatóságok közlése szerint a szélviharok legalább 9 ember halálát okozták. Alabama és Georgia államokban szükségállapotot hirdettek, miután a tornádók fákat csavartak ki, háztetőket szakítottak le, és emberek ezrei maradtak áram nélkül. Ez a szelmai lakos azt mondja, soha nem látott még ehhez hasonlót. Tévében igen, de arra nem számított, hogy ilyen a valóságban, a környékükön is megtörténhet. A kidőlt fák miatt egy órába telt, míg eljutott a házukig. Ez azonban kevésbé fontos, leginkább a családtagjaiért aggódik. Kaliforniában eközben heves esőzések és árvizek okoznak gondot. Az állam egyes részein autók merültek víz alá, fák dőltek ki, háztetők omlottak le. A viharok következtében legkevesebb 19-en haltak meg, többségében autósok. A hatóságok szerint a halálesetek mintegy fele elkerülhető lett volna, ha az autósok figyelembe veszik az útlezárást jelző táblákat. A megkezdett kárbecsülések szerint a károk várhatóan meghaladják az 1 milliárd dollárt. I know how fatigued you all are. A kaliforniai kormányzó azt mondta az embereknek, tudja, hogy mindenki fáradt, de arra kéri őket, tartsanak ki a következő hét végéig, és akkor mindannyian túljuthatnak ezen az egészen. Előrejelzések szerint Kaliforniában az egész jövő héten továbbra is viharos időjárás várható.